Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ebben az évben is megszervezte a kezdeményezést. Így március 21-e hétfőtől várják a lakosságot a hulladékudvarokban. A kezdeményezés két héten át tart április 2-áig. A lakosságtól szelektíven gyűjtött hulladékot várunk. A hulladékudvarokba kell beszállítani, és a mérlegelés után természetesen egy árjegyzék alapján a ellenértéket adunk ezért a hulladékért. Megpróbáljuk a lakosságot motiválni ezzel az utalvánnyal, hogy hozza be hozzánk a hulladékudvarba, mert általában azt tapasztaltuk, hogy a lomtalanítások alkalmával nagyon sok ilyen hasznosítható, újrahasznosítható jellegű hulladék kikerül, és a lommal együtt kerül begyűjtésre. Az, hogy a hulladékudvarba hozzák, mindenképpen valamilyen formában meg kell a lakosságnak köszönni. 10 kg papír 50 forintot, 3 kg PET palack 100 forintot, 5 kg fém pedig 50 forintot ér a hulladékgyűjtő akcióban. A kezdeményezést három helyszínen indította a társaság. Nyíregyházán a Korányi Frigyes és a Kerék utcai udvarokban, valamint Mátészalkán is várják a szelektíven gyűjtött, különválogatott hulladékot. A kezdeményezés már hagyománynak számít, alkalmanként nagyon sok hulladék érkezik tavasszal az udvarokba. Volt olyan év, amikor az 50 tonnát is meghaladta az akció során beszállított hulladék mennyisége. A tavaszi lomtalanítás során a város tisztasági összképét rombolta a közterületre kihelyezett hulladék. Ezért 2020-tól egy fontos változást vezetett be az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A lomtalanítás tulajdonképpen házhoz hívható lett, ami azt jelenti, hogy pontosan időpontra, amit a honlapunkon meghirdetett időpontok közül lehet választani, a lakosság kiválasztja magának azt az alkalmas időpontot, amikor a lom hulladékát át tudja adni a szolgáltatónak. A kollégákkal ezt telefonon természetesen leegyeztetik, és időpontra megyünk ki lomhulladékért, nem kerül ki a lom a közterületre, nem csúfítja a várost, nem rombolja a város tisztasági összképét, és a hulladék is megfelelő szervezett formában kerül átvételre. Fontos viszont kiemelni, hogy a társaság többek között veszélyes, elektronikai és építési bontási hulladékot nem szállít el a lomtalanítás során, ezekre más megoldást biztosítanak. A részletes lomtalanítási tájékoztatót mindenki elolvashatja az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján.